Március 27-én akkor történt a feltárás. A Teszomának volt egy csőtörése itt előttünk. Itt a mi lakásunk előtt tavaly elvittek egy kábelt a rendőrséghez, tehát egy ilyen 60 centire. És arra ébredtünk fel egy vasárnap reggel, hogy a válaszfalon volt egy hajszálrepedés. Először azt hittük, hogy csak a festék repett meg, de utána délután már ez a repedés egyre nagyobb lett. Kijöttünk ide, és akkor láttuk, hogy mindenütt ilyen száraz volt akkor is, mint most előttünk, de itt végig, a szomszédomékig le, teljesen vizes volt a talaj. És akkor szóltunk a Teszovának, hogy jöjjön ki, mert csőtörés van. Ki is jött a Teszoval, mikor megkezdték ásni a talajt, akkor a lakásunk alól ömlött a víz, ott van a virágbolt, tehát ott kétfelé oszlott a víz, fel is van véve videóra, rögzítettük, hogy hogy zúdult ki a lakásunk alól a víz. Most összerepedezett már teljesen a lakás, életveszélyes, ki kellett, hogy költözzünk, és a biztosító nem tesz semmit. Kaptunk 300 ezer forint előleget, de ez semmire nem elég, nem tudunk hozzákezdeni a lakásépítő felújításhoz, mert nekünk erre nincs pénzünk. És az a furcsa, hogy a garancia biztosítónál van, a Teszoválnak is a biztosítása, a mi biztosításunk is, a Teszovál el is, mert hogy igen, ezért ő a felelős, az ő hibájukból adódik, vállalt mindent, már minden papírt beadtunk, és most hiába próbáljuk elérni a biztosítónak az illetékesét, nem veszi fel a telefont. Többször voltunk itt a kirendeltségen, tegnap is voltam, nagyon rendes volt a kirendeltség vezetője, mert egy fél óra hosszáig ott voltam, és nem tudott senkit elérni telefonon. Már ez is meg van repedve, ez a repedés még nem volt. Nézd, látja, itt is teljesen meg van repedve, az ablak már megindult kifelé, hát attól bármelyik percen összeolvad. Hogy és becsülik, mennyi a teljes kár? 6 millió 300 valamennyiről csinálták meg a költségvetést, mert a lakás alól ki van mosva a föld, mindent, tehát teljes feltárást kell végezni.